szerző, meg váltó szerző körútra, úgyhogy most mindjárt ott vagyunk a célállomáson, viszont addig nem akarjuk elárulni amúgy, hogy mi lesz a motor, de hamarosan meg fogjátok tudni, plusz azt is amúgy, hogy miért azt választottunk, amit választottunk, úgyhogy kövessétek a videót, mert érdekes lesz valószínűleg. Ebből is fogunk majd egy részletes videó szériát csinálni igazából, hogy hogyan kell ezt a motort megépíteni, meg hogyan kell belerakni a BMW-be, mert az sem lesz egy annyira könnyű feladat, de mindenképpen szerintem érdemes ezt követni, meg már elég sok egyetileg tervezett és mart és esztergált és mindenezett alkatrészt terveztem a motorhoz, meg még folyamatban van egy pár dolog, úgyhogy szerintem ebből is veszünk majd fel egy pár részt, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz szerintem mindenkinek, úgyhogy szerintem kövessetek és nézzétek a videót és élvezzétek. Ugye Erik, ha megnyitod rajta. Nem látni mi? Na, mindegy. Erik, ha beírod a Google-ba, hogy M104. 3-2. Nagyon jó. Mennyi? 3-2. Mondjátok már a ketten akkor. Én? Mi? Mondd el, hogy milyen motor. Hát egy M104. Mekkora? 3-2. Na, és ez mitől lesz jobb, mint a BMW? Mert tulajdonképpen... Hát, Mercedes. Azon kívül. Nem, mert ugye a BMW tulajdonképpen ugyanígy 3000-es, meg ugyanaz 6-os. Na jó, beszéljünk róla komolyan. Hát ez egy 3-2 M104. Igazából ez gyári belsőre tud 400-500 lóvat. Most aha, neked lesz hozzá egy hajtókar. Milyen? Hát Terrorbenz hajtókarod lesz, ugye? Lesz hozzá egy hajtókar, az 1000 plusz lóerőt kibír. Ja. Most nyilván a dugattyú amúgy már nem, de... De úgyse kell nekünk annyi. Nem, de egy jó turbó van amúgy, és hát a sajátomban ez van. Gyári ja, dugattyú ja, a sajátomban is. Igazából, és 600 lóvat kényelmesen kibír. Ja, ja. Hát igazából nekünk szerintem egy 500 a cél keréken. Hát annál lehet följebb. Szerintem azt amúgy tudná ezzel a belsővel is, de hogyha van hajtókar, akkor... De inkább akkor stabil legyen, szóval most igen, arra megyünk, hogy stabil legyen, igen, szóval. Elég ez sok... a lehető legjobb motor, amit betehetsz. Ennyi. Meg a váltó igazából. Milyen a váltó pontosan? 270 CDI. Aha. 6-os váltó. Ez egy manuális 6-os váltó, aha. Az passzol rá. Hát ugye ez volt az egyetlen darab, ami az én versenyautómon sosem ment tönkre. Aha. Az szóval az egy... Mentél BMW-vel is. Mi is minden versenyre szedtük, ugye? Igen. Marci szedte le. De én szedtem elég sokszor. De csak a BMW-t. Szerintem a Merci... egyébként TikTokon fönn is van a videó, amikor tiszta olaj volt ja, tőle. És a Mercit hányszor szedtük le? Csak ha elcsúszott a kuplunk. Igen. Amúgy a váltónak azt... nem volt baj, soha? Soha. Akkor reméljük, nekünk se lesz. Így van. Aztán majd kiderül. Ennyi lóerővel nem. Hát a diesel az 550 lóerő volt, meg egy 680 Nm. Ja, ja. Hát és azzal 8 éve versenyzek, és egyszer nem volt váltó hibán. Hát szóval nem hinném, hogy a váltó lesz a gyenge pont. Ja. Reméljük. Hát szerintem amúgy igazából elég sok egyedi alkatrészt fogunk majd átcsinálni, úgyhogy, ja, úgyhogy igazából ennyi. Köszönjük szépen Magyar Tamásnak a motort, illetve a váltót, amit kaptunk tőle, hogy újult erővel mehessen az E46-unk majd a pályán. Szóval igazából ezt fogjátok látni. Eddig is volt rengeteg közreműködése a csapatunknál. Rengeteg, most még több lesz. Most még több lesz. Rengeteg alkatrész közös fejlesztés eddig is ja, lesz is, még több is. Szóval ha érdekel, akkor iratkozzatok fel, nézzétek, kövessetek be.
YouTube, TikTok, komment. Insta, komment, legfontosabb a komment, mert az visz minket előre. Ennyi.